Budaörön megtörtént a polgármesteri szék átadása, hivatalos átadását, vételi jegyzőkönyveket írtak alá, minden rendben volt, ez egy ilyen formális esemény? Ez ma már formális esemény volt, de ezt megelőzte legalább. A jegyző részül egy másfél hónap előkészítő munka, amin próbáltunk összeszedni, hogy a legreálisabban történjen az átadás, és minden olyan dokumentumot, meg minden olyan feladatot ugye átadni. Az is, ami már rendezett, az is, ami még folyamatban van, tehát végsősorban úgy gondolom, az a jegyzőkönyv, ez tartalmaz minden olyan dolgot, ami ehhez szükséges. Sőt, szóba, meg egyéb okmányokkal még én igyekeztem egy kicsit még több információt adni, az, hogy a napi, különösen pénzügyi gazdálkodási tényleg napi ügyek kezelésére azért egy megközelítőbb adatot adni, hogy éppen most hogy állunk. Buda Jenő új polgármester asszony is aláírta az átadás átvételi jegyzőkönyveket, minden rendben volt a folyamat során? Igen, átnéztünk mindent, a hét már azzal zajlott, hogy polgármester úrral átnézegettük azokat, ami ugye a rendelet alapján elő volt írva, úgyhogy a jegyzőasszony is mindent rendben előkészített. Amik kérdésesek voltak, azt mindent átbeszéltünk, úgyhogy igen, minden rendben volt. Akkor abszolút felkészülten várja, hogy végre elkezdődhessen a polgármesteri munkája. Igyekszem minél felkészültebb lenni, ugye napról napra minél több információt kapok, és valószínűleg az elkövetkezendő hetek, hónapok folyamatosan ezzel fognak tenni, hogy minden nap valami újat tanulok, meg valamilyen újnak a folyamatába belecseppenek, úgyhogy igyekszem minél felkészültebb lenni, igen. Az első képviselőtestületi ülés az mikor lesz, mikor várható? Most úgy néz ki, hogy az alakuló ülést azt október 9-ére tervezzük. Új SMS-ünk is lesz, emiatt húzódott egy picit el, ugye most az átadás átvétel, az új SMS-nek a megírása is, úgyhogy 9-ére tervezzük. Kívánok az utódomnak, a polgármester asszonynak eredményes munkát, sok sikert!